A kínai Sunwoda vezetőivel érkezett a bejelentés helyszínére Szijjártó Péter. A miniszter azt mondta, az év eddigi legnagyobb beruházása indulhat el Nyíregyházán. A Sunwoda döntése úgy szól, hogy az első európai gyárát a vállalat Magyarországon, mégpedig Nyíregyházán építi fel. Ennek a magyarországi beruházásnak az indításaként 93 milliárd forintért kezdik meg a gyár építését, amely aztán a többi építési és beruházási szakasszal együtt egy 580 milliárd forintos beruházássá fog kiteljesedni. Szeretném még egyszer megismételni, tehát a Sunwoda nyíregyházi beruházása az összes építési és beruházási szakaszt figyelembe véve egy 580 milliárd forintos beruházás lesz, amely több ezer munkahelyet fog létrehozni itt Nyíregyházán. Ez az idei esztendőben bejelentett legnagyobb beruházás eddig. Ez a harmadik olyan beruházás idén, amely 1 milliárd euró fölötti értéket képvisel, és ezzel a beruházással most már biztossá válik azon vállalásunk teljesíthetősége, amely szerint a tavalyi beruházási rekordot az idei esztendőben nem csak meghaladjuk, hanem meg is duplázzuk. Szijjártó Péter hozzátette, a vállalat minden környezetvédelmi szabályt betart majd az építkezés és a működés során, sőt, saját vállalásai is voltak. A vállalat Nyíregyházán a teljes vízigényének a 90%-át tisztított szennyvízből fogja biztosítani. És pusztán kommunális célok kiszolgálására, mindenki értse, kézmosás, ivás, zuhanyzás, fognak ivóvíz minőségű vizet felhasználni. Ráadásul egy szennyvíz előkezelőt is építenek a saját területükön, amelynek nyomán aztán újra fel tudják használni a tisztított szennyvizet. Látszik, hogy a vállalat számára a környezetvédelem ügye kiemelten fontos. Köszönjük az alelnök úrnak, hogy erről itt kiemelt hangsúllyal beszélt is. Ugyanis a vállalat nemhogy csak azt vállalja, hogy betartja a magyarországi, egyébként európai összevetésben is rendkívül szigorú előírásokat, hanem azt is, hogy még szigorúbb feltételeket szab a maga számára, és a magyar szabályokhoz képest többlet kötelezettségeket is vállal. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az akkumulátorgyárak létesítésével tudja az ország elérni az uniós energiaelőállítási vállalásait. Az elektromos autóipar nagy gyárépítései fogják meghatározni, hogy hova megy a gazdasági növekedés és hova nem. Az elektromos autóipar gyárai pedig az elektromos autókat és a hozzájuk való elektromos akkumulátorokat gyártják. És ez csak elsőre tűnik kizárólag gazdasági kérdésnek, ez legalább annyira környezetvédelmi kérdés is, mint gazdasági kérdés. A helyzet ugyanis az, hogy láthatjuk, érezhetjük, tapasztaljuk, hogy a globális felmelegedés és a környezetvédelmi célok be nem teljesülése milyen hatásokkal jár az emberiség életére és a bolygónkra. Ezért a globális károsanyag kibocsátást villámgyorsan csökkenteni kell, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi céljainkat el tudjuk érni, és a bolygót pedig meg tudjuk tartani az utánunk következő nemzedékeknek. Na most a globális károsanyag kibocsátás 14%-a, és egy hetede az a közúti közlekedésből származik. Ezért, hogyha a közúti közlekedést a mostani hagyományos meghajtásról nem tudjuk átállítani elektromos meghajtásra, akkor az összes környezetvédelmi cél tekintetében el fogunk bukni. Onnantól kezdve a klímaváltozás elleni küzdelem, meg minden ilyen zöld célkitűzés csak blabla lesz. Tehát, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy meg kell menteni a környezetünket, akkor az lehetetlen a közúti közlekedés elektromos alapokra történő átállítása nélkül. Az építkezés a jövő évben indul, és a cég tervei szerint 2025 legvégén indulhat a termelés. Az üzem lítium-ion energiaforrásokkal látja majd el Nyíregyházáról a kontinens autóipari szereplőit.